Megjelentek a hétvégén a Prosperitáti Alapítvány honlapján a pályázati eredmények a forrásbővítés után támogatott projektekről, illetve végső elbírálásra kerültek a startup pályázatok is. Vendégem a stúdióban felvételről Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kezdjük akkor a forrásbővítést, gyorsan elevenítsük fel az emlékeket, hogy hogyan is került sor erre a forrásbővítésre, és ez számokban mit jelent. Orbán Viktor miniszterelnök úr és Pásztor István elnök úr beszélgetése nyomán most már nagyjából 2 hónapja beszéltünk először arról, hogy tovább bővítjük forrásbővítés következtében a pályázat, nyertes pályázók számát tudjuk növelni. Első lépésben a már pozitívan elbírált pályázókat, forrás függvényében elbírált pályázókat részesítettük támogatásban, szerződést kötöttünk velük, és a következő lépés az eredetileg negatív elbírálásban részesült pályázók, ám teljes pályázatot átadók, jogosult pályázók következtek a sorban, akik a helyszíni ellenőrzésen átestek és visszásságot nem észleltek náluk, illetve hát legalább 40 pontot, illetve attól többet szereztek. Ők kerültek eljárásba. Mi közel 800-770 pár e-mailt küldtünk ki, és ebből nagyjából 10% nem igényelte, vagy nem küldött vissza a nyilatkozatot többszöri megkeresésre sem, és végül 705 pályázót terjesztettünk el fel pozitív elbírálásra. Ezek közül 28 házvásárlásos pályázó, tehát ahol pályázó és társpályázó van, illetve ahol még mindenképpen a helyszínen ellenőrzéseket meg kell ejteni az öntűzőrendszeres pályázókkal, pályázatokkal egyetemben. Ez több mint 400 millió dinárt jelent, 414 millió dinár támogatást jelent, úgyhogy ezzel lett teljes az első kör elbírálása. Ki indokolta ezt a forrásbővítést? A pályázók nagy száma indokolta a forrásbővítést, illetve a Magyarország kormányának, illetve elnök úrnak a szándéka, miniszterelnökornak és elnök úrnak a szándéka, hogy minél többen jussanak támogatáshoz. Ugye összességében mint egy 3000 pályázat érkezett be első körben, ebből 2400 körül. A sikerráta, azaz a nyertes pályázók aránya ott 40% körül alakult, ami egyébként is magas számnak mondható Európai Uniós pályázati kiírásokkal összehasonlítva, de így most rögtön első körben nagy számú, azaz még nagyobb számú pályázó kerül támogatásra és kap azonnali támogatást, ami egy lendületet jelenthet itt a mezőgazdaságnak és a gazdaságnak. Így a pályázók száma szinte megduplázott, és a sikerráta 80% körüli, tehát a nyertes pályázók aránya 80% körül. Beszéltünk ugye arról is, illetve a felvezetőben mondtam, hogy végső elbírálásra kerültek a startup pályázatok is. Ez egy többkörös forduló a startup, tehát a kezdővállalkozók, vállalkozások támogatása. Akkor most végül is ez mit jelent? Hát végre értünk a folyamatnak. A honlapon, hogyha megnézzük, akkor legalább 3 eredményhirdetés köthető a startup pályázatokhoz. Ugye maga nemében egyedülálló kiírás volt, 2 komponensből állt, képzés és mentorálás, illetve eszközbeszerzés, és most az eszközbeszerzés, illetve az eszközök megvásárlása az nyújtandott támogatásoknak a odaítéléséről döntött az igazgatóbizottság és a döntéshozó testület, ugye 2 lépcsőben, mint minden egyes döntés folyamán szabályzat szerint. 165-en adták be a pályázatot, ebből 158-an voltak jogosultak a pályázásra, és úgy döntöttünk, hogy mindenki részt vehet a képzési folyamatban, kötelező volt minden 4 napon részt venni és sikeres vizsgát tenni, 114-en vettek részt minden 4 napon, és tettek sikeres vizsgát, 112-en vettek részt a mentorálási folyamatban, és 102-en adtak be értékelhető pályázatot, olyan értem, hogy időbe beérkezett üzleti tervet, és ezek
közül 94-et javasoltunk pozitív elbírálásra, és ez több mint 65 millió dinár támogatást jelent. Ez a meghirdetett 40 millió dináros keretnek több mint másfélszerese, de itt is a 40 pontos elvet azt alkalmaztuk. Természetesen csak abban az esetben, tehát a 40 pont és abban az esetben tud támogatásra feljogosítani a teljes a pályázat, ha jogosult a pályázásra, tehát az üzleti terve összhangban van a pályázati kiírása és célokkal. Mikor kezdenek bele a vállalkozásba ezek a támogatottak? Ezeknek a támogatottnak egy része már rendelkezik vállalkozásra, vagy közben megnyitotta, mert erre is volt lehetőség, amikor eldöntött, hogy biztosan vállalkozni fog. Nagyjából a 40%-a pályázóknak már rendelkezik vállalkozásra, ők azonnal meg tudják kapni az eszközt. A többieknek már előkészített, tehát a vállalat bejegyzés előkészített a cégbejegyzési ügynökségnél, a névhasználatot már le kellett ellenőrizniük, tehát már eldöntötték az üzleti tervben, hogy milyen jogi formát alkalmaznak, tehát előkészített a folyamat. Erre kapnak két hetet, ez nagyjából a bejegyzésre, a számlanyításra, pecsét elkészítésre, egyebekre szükség lesz, és ez a megnyitás után, amikor a papírokkal tudnak jelentkezni az alapítvány területi irodáiban, akkor tudunk velük szerződést kötni, ez nagyjából a pályázók 60%-a. Ahhoz, tehát van-e olyan opció, mert az ilyen típusú támogatásoknál szokott lenni, hogy amennyiben egy évig nem viszi a vállalkozást, nem sikeres, akkor hát akár vissza is kell fizetni a támogatás egy részét legalábbis. Ez így van, ez minden egyes kiírásnál ez a helyzet. Talán nagyon, nagyon is helyén való a kérdés, és nem csak a startupok vonatkozásában érdemes erről beszélni. Az elszámolás az fontos része a pályázatnak, a fönntartási időszak fontos része a pályázatnak, ez minden ellenőrzésre kerül, és a biztosítékok, a váltó, az állogjog, ezek mind átadásra és bejegyzésre kerülnek, tehát követni fogjuk a fenntartást is. Mindenkit arra kérek, hogy a pályázati anyaggal összhangban valósítsa meg a projektjét. Amikor értékeltek, mennyire vették azt figyelembe, vagy mennyire fordítottak arra figyelmet, hogy valóban legyen piaca, keresleti piaca ezeknek a vállalkozásoknak? Abszolút, az üzleti tervnek már ez egy fontos része volt, és vannak olyan vállalkozók, illetve pályázók, akik már bontogatták a szárnyukat, és teljesen ismerik a piacot, és van piacuk. Maradni felmérte, fel kellett mérnie, hogy legyen piaca. Az üzleti tervnek a megtérülés is egy fontos része, úgyhogy ez is pontozásra került. Tehát az önök megítélése szerint akkor ezek fenntartható vállalkozások? Igen, röviden szeretnék válaszolni, két szakmai értékelő is átnézte, az üzleti tervben pozitívra hozták ki az eredményt, tehát fenntartható vállalkozások. A startupoknál nagy a lemorzsolódási arány, de a mentorálás remélem, hogy ezt kiküszöbölte. Következő pályázati kiírás mikorra várható? Hamarosan jelentkezni fogunk a részletekkel. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást.